Sziasztok! Tomi vagyok, a Tomi Bushcraft tűzkonyhának a alapítója. A Bushcraftos játéknak a második feladata az egy íjas tűzfúró készítése. Találtam egy kihajtott nyírfát, aminek az ágaiból vágtam egy-egy darabot, és megpróbálom ebből elkészíteni az íjas tűzfúrót. Íme így néz ki. Jó, akkor ő lesz a padozat nyírfából. És következzen maga a fúró. Kérem szépen, ilyen lett a fúró. Nagyjából. Jó, igazából ilyesmi. Ez fog majd beleülni a tokmányba, ami fölül lesz. És akkor most kialakítjuk az alsó részét, ezt igazából annyira nem kell lekeskenyíteni. Jó, valami ilyen kis kúpos, amit kell elképzelni, és akkor igazából készen van a maga a fúrónk. A tokmány az kemény fából érdemes, hogy készüljön. Ez egy akác, ez egy szárazabb akác fából vágtam ki. Ezt érdemes esetleg egy pár darab zöld levéllel kibélelni, így kevesebb lesz a súrlódása a fúró felső részén. Késsel készítek ide a talapzatra egy ugyanilyen kis kezdetleges furatot. Igazából itt arra gondoltam, hogy csinálunk egy ilyen bevágást. Lehet, hogy fűrésszel könnyebb lesz. Szóval van egy padozatunk, van egy fúrónk, és van egy tokmányunk. És az egészet befejezve van egy íjunk.
Az az elképzelés, hogy befogadjuk a zíba a fúrószálat, betesszük a furatba, megfogjuk a tokmányt, és amikor elkezdjük ide-oda tolni, akkor ő elkezdi fúrni a lukat. Jó? Nagyjából így kéne, hogy működjön. Most megcsináljuk a padozatnak a további részeit. De arra kell figyelni, hogy készítenünk kell egy nyílást, mégpedig fűrészt fogok használni hozzá. Na, valami ilyesmi alakba szépen bevágunk egészen a furatnak a szájáig, jó? Ha ez megvan, ezt a kis részt nemes egyszerűséggel innen kikapjuk, ez nem kell nekünk. És ugye így néz ki a furatunk, és ide fogja összegyűjteni a kiforgácsolt faport, ami nagyon fontos. Amikor elkészült a fúró maga, akkor fordítsunk időt az élesztékcsomagnak a jó és minőségi elkészítésére, ugyanis a későbbiekben ez okozhatja majd a legnagyobb problémát, hogy akkor majd nagy kínés szenvedések árán sikerül végre izzó faparást, faport szereznünk, csinálnunk, készítenünk, akkor a nem megfelelően előkészített éleszték csomag keresztül húzhatja a számításainkat, mert nem fog meggyulladni. Na, igazából ezt találtam a leggyorsabban, ugye ez magas, száraz, talán száraz fű, a belsejébe ilyen kis nádat raktam, és majd ezt próbáljuk meg begyújtani. Na, először is az a dolgunk, hogy megjárassuk a fúrót, bemelegítsük, és kicsit ugye előkészítsük. Tudjátok, mi a vicces? Az a vicces, hogy itt elkészítettem nyírfából ezeket az alkalmatosságokat. Ide. Így. De sajnos nedves, vizes. Aztán találtam egy ilyen csontszáraz kis botocskát, ami majdhogy szebb széttörik, és ugyanazt a botot ketté hasítottam, és csináltam egy ilyen icike picike kis, igazából ugyanazt, amit a nyírfából, csak sokkal kisebbe. Az a vicc az egészbe, hogy látjátok a különbséget, hogy ameddig a nyírfát saját fúrójával, látszik, hogy itt használtam zöld levelet, saját fúrójával pörgettem, alig egy nagyon-nagyon halványat kezdett el melegedni. Míg ez a csont száraz valami, a saját fájával már is füstölésnek indult.
Úgyhogy a videót ezzel fogom befejezni, és egy újnyi vastag kis nyomvatták, de olyan száraz, hogy mindjárt ketté törik így a kezembe. Azzal elértem azt, amit a úgymond frissebb fából, pedig ez is már ott hever egy jó ideje, de úgy látszik, hogy még mindig tocsog. Így nem érezni, de ahogy hozzányúl az ember, akkor így nagyon hideg és olyan érzetet kelt, mintha még vizes lenne. Na mindegy, a lényeg, hogy most elkészítettem ezt a fúrót és ezt a kis padozatot. A tokmány az marad. Ide berakott két kis friss levelet. Az íj az marad. És akkor meglátjuk, hogy mi fog kisülni ebből az egészből. Na kérem szépen, akkor erre fogjuk gyűjteni a faport, itt a kis padozatunk, így, itt a tokmányunk és itt a fúrunk. Behelyezzük a fúrót. Most nem használok levelet, csak gyorsan bemutatom, hogy mire is gondolok. Nem túl erősen. Kicsit. És látjátok, odaért, már füstöl is. Ennyi. Még a tokmány elég jó bírja egy levél nélkül is. Most ezt szétrúgtam, de... És ott a fapor, ami majd nekünk kelleni fog. Jó? Igazából be van járatva a fúró, nincs más dolgunk, mint fúrni egy kis parazsat. Hölgyeim és uraim, ott az izófapor. Na kérem szépen, az előző egy fúrásra volt elég, meg is repett a téma, ezért ugyanabból a fából készítettem még egyet. Igazából csak lekaptam ezt a felét, lekaptam azt a felét, hogy kicsit egyenes legyen. Ugye megcsináltam ezt a fordított kúp V alakot, késsel kezdtem egy kezdetleges kis ilyen mélyedést. Na kérem szépen, előjáratunk. Egészen megváltozik a hangja, amikor elkészül az előjáratás, utána már teljes hullódáson megy. Látjátok? Most előjárattuk, csúszik a parakord a fán. Ilyenkor nem nyomom rá annyira, és
tökéletes úgy is, csak kezd felmászni, úgyhogy oda kell figyelni. Itt van a lényeg. Megnézzük, hogy izzásba jön-e szél segítségével. Nem fújjon meg, mert akkor szétmegy. Már is látszik a kis parazsunk. És akkor jöhet az élesztés. Egy ilyen kis fészket készítettünk, a szél gyönyörűen befújja nekünk. Belerakjuk. Íme. És kicsit lejjebb nyomjuk, hogy remélem látni. És hölgyeim, uraim, tüzet raktunk, vagyis hát íjas tűzhúróval van tűzünk. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok! Nem hitt a szemének elsőre, az higgyen másodikra, megpróbáljuk újra. Ugyanabba a furatba. Amúgy azt csináltam először, és nagyon nagy elvárásaim voltak tőle. Azért bennem volt, hogy nem sikerül, főleg, hogy a kedves nyírfával ugye egyáltalán nem ment a dolog, de az vicc, hogy konkrétan a sok előkészület teljesen felesleges, mert egyetlen egy ilyen ágat kell keresni, ami száraz, menni fog a dolog. Na, lássuk újra. A titka az az egésznek, szerintem, jó közel kell lépni a fúráshoz. És nem elég csak itt a tért fölött betámasztani akart, hanem én itt a sípcsonthoz is hozzányomom az alkaromat, ezáltal egy kicsit még stabilabbá tudom tenni a dolgot. Nem kell túl erősen rányomni se. Megtalálja a helyét, és utána már teszi a dolgát. Ugye a V-alak azért kell, ide begyűjti egy kupacba, és hopp, meg is jelent, és ők parancsolni. Nem kell vele rohanni, mert ez nád, ebből is
Ugye csinálunk egy ilyen kis fészket. A szél lehet, hogy elégséges ahhoz, hogy nekünk ezt begyújtsa. Persze, ha elengedni. Ragaszkodó típus. Kicsit rácsukjuk, aztán fújjuk. Majdnem oda lett a szakállam. Jó, úgyhogy igazából ennyi.